Az olasz szenátus zöld utat adott a 30 éve húzódó projekt az Olaszországot Franciaországgal összekötő gyorsvasút építéséhez, ami tovább erősítette a megosztottságot a koalíción belül. A belső harcokban leginkább a belügyminiszter Matteo Salvini türelme fogyott el. Nem érdekel, ha kisebb vagy nagyobb mértékben át kell szervezni a kormányt, mondta Matteo Salvini. Ez az elképzelés sokkal fontosabb, mint néhány biztos munkahely. Nem érdekel, ha kettővel több vagy kevesebb miniszter van. Én tenni akarok. Az öt csillag mozgalom javaslata az építkezés felfüggesztéséről a szenátus előtt megbukott, amikor a koalíciós partner, a Liga együtt szavazott az ellenzékkel az építkezés folytatása mellett. Elemzők szerint ezek után kérdéses a koalíció jövője.